Szia, hogyha úgy vagy vele, hogy végre vége a csúcs szezonnak, kicsit felrakhatjuk lábunkat, akkor ez a videó arról szól, hogy ez nem feltétlen így van, és hogy hogyan készüljünk föl az utó szezonra. Én nem tudom, hogy éttermet és szállást vezettem, és amikor elérkezett a nyári szezon vége, bizonyos kérdéseket tettem fel magamnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan készítsem fel magam a továbbiakban az utószezonra, ugye, ami egy kicsit csendesebb, mint a nyári szezon. Egy slideshow-t fogsz látni a következő negyed órában, ahol igazából a magamhoz feltett kérdéseimen fogok végigmenni, és a célom az, hogy bizonyos ötleteket, tippeket adjak nektek, hogy még több vendéget tudjatok magatoknak generálni az utószezonban is. Jó, nézzük tehát a slide-ot. A főszezon utáni hajrá, tennivalók az utószezon küszöbén. Ugye az egész slide-nak tulajdonképpen az a lényege, hogy minél több eladásotok legyen még a csendesebb időszakban is. Tehát mi ugye vendéglátásban vállalkozunk, nem áll meg a malom forog tovább, és a következő hétvégére is ugyanúgy ideális esetben azt szeretnénk, hogy teltház legyen mind az éttermünkben, mind a szállásunkon. Mit csináltam a nyári szezon után? Nyilván egy kicsit visszanéztem a múltban, és elkezdtem elemezni, illetve belenéztem a jövőbe is, mert el kell kezdenem tervezni ahhoz, ahogy említettem, hogy a jövő hét hétvégét is, az azutánit is, és a következő csendes időszakot igazából minél jobban teljesítsem. Tehát el kell kezdenünk tervezni, el kellett kezdenem nekem tervezni. Ezzel kapcsolatban fogjátok látni a következő kérdéseket, melyeket igazából, mint mondtam, magamnak teszek föl, ezzel szeretnék nektek ötleteket, tippeket adni. Én ezeket a kérdéseket kategóriákba raktam, 6 kategóriáról van szó, melyeket a számok, a bizalom, a lehetőségek, a csúcs, a megjelenés és az egyebek titulus alá raktam, és akkor vágjunk is bele, először a számokról lesz szó. Hogy milyen mérésekkel kapcsolatos kérdéseket tettem fel magamnak? Például, hogy bevált-e az idén nyerre tervezett marketing stratégiám. Nos, ha nincsen marketing stratégiád, az egy nagyon rossz dolog. Igazából marketing stratégia nélkül nem nagyon létezik. Tehát ez a kérdés nyilván akkor releváns, hogyha van az embernek marketing stratégiája. Az, hogy te posztolsz a Facebookon meg az Instagramon, az tulajdonképpen nem stratégia, tehát ez nem ez a kategória, nem ide tartozik. Mit tanultam a marketing stratégiámból? Bevált, mi volt az, ami bevált, nem vált be, és miért nem vált be, ha nem vált be? Mit mutatnak a számok a P&L táblázaton, a Profit and Loss táblázaton? Nyereség-veszteség táblázat, ugye ez egy baromi egyszerű táblázatnak kéne, hogy legyen. Felső részen az, ami bejött, alsó részen az, ami kiment, és ennek a különbözete napra lebontva, hetekre lebontva, hónapra lebontva. Nekem ugye minden hónapra volt egy, tehát 4-5 hétből állt egy, és akkor volt 12 darab egy évben, össze tudom vetni ezeket a számokat, a tavaly évi számokkal, akár napra, hétvégére pontosan is. Az eredményeket összevetettem a nyár végi eredményekkel? Ismétem önmagam, természetesen, hogy legyen mihez hasonlítani, összevetem a tavaly nyári, vagy az előtti nyári eredményekkel, és megnézem, hogy mi az, ami működött, mi az, ami nem. Van-e Google Analytics mérésem a weboldalamon? Hogyha nincsen, akkor beszélj a fejlesztőddel, hogy mindenképpen legyen, nagyon fontos adatokat tudsz ebből kinyerni. Ha meg magad szeretnéd beállítani, akkor azt is egyszerűen megteheted, de mindenféleképpen ajánlod, hogy legyen Analytics mérés a weboldalatokon. Különösen fontos ez, hogyha még célokat is állítotok be az analitikán belül, ami egy kicsit mélyebb analitika, mert akkor ugye olyan dolgokat is láthatok, mint például, hogy ugye hányan jöttek a weboldalra, mennyi időt töltöttek el, de ha van egy célként beállítva mondjuk azt, hogy a foglalási gombot hányan nyomták meg, vagy hányan küldték el nektek a nyomtatványt, akkor ezeket is lehet mérni, tehát így igazából még hatékonyabb a célokkal a Google Analytics mérése. Mi a trend a tavalyhoz képest a fenti kérdésekkel kapcsolatban? Megint csak ugye, hogy legyen viszonyításunk, összevetjük a tavaly nyárral. Mi változott tavaly óta, mi változott az összképletben, jegyezzük le ezeket. A második szakaszhoz érkeztünk, a bizalomhoz, ugye a bizalom alapja az értékelések, tehát jelen esetben bármilyen értékelésről legyen szó, Google, Facebook, TripAdvisor, Booking.com, Airbnb, Trivago és az összes OTA oldal, ahol igazából fönnhagytok, mindegyiknek megvan a saját platformja, ahol lehet értékelni. Ezeket sajnos nem tudod egy csokorba szedni, viszont szépen lassan egyesével az összes felületet tudod építeni, azért, hogyha valaki a Trivágon foglal, akkor ott is be tudjon foglalni, és lássa igazából, hogy te hogy csinálod a dolgaidat.
Na, az értékelésekről, ugye a kérdések azok úgy hangzanak el, hogy lettek-e új értékeléseim? Tehát ezek megint csak hangsúlyozom, azok a kérdések, amiket magamnak tettem föl. Lettek-e új értékeléseim? Kértem-e értékelést a vendégeimtől? Hogyha nem kértem, akkor egyrészt ki tudok küldeni nekik egy hírlevelet. Remélem, hogy van olyan felületetek, például a weboldalatokon, ahogy gyűjtötök e-mail címeket, akkor ezeket ki tudjátok küldeni a vendégeitekkel. Én azt csináltam igazából, hogy az összes felületemen, tehát például a Google értékelési linket ugye a Google Business profilodból ki tudod szedni, a Facebook ajánlási linket is ki tudod szedni a Facebook profilodból, és ha ezeket egy csokorba szeded mondjuk, akkor ezt egy levél formájában ki tudod küldeni az embereknek, azoknak, akiknek megszálltak nálad, hogy arra a linkre kattintva igazából eljutnak oda, hogy téged egy mondatba tudjanak vagy csillagozva értékelni. Tehát értékelések kérése, illetve a TripAdvisoron belül, a TripAdvisornak megvan a saját felülete arra, hogy azok az emberek, akik a TripAdvisoron belül már kapcsolatba léptek veled, ott van e-mail címük, és akkor nekik ki tudsz küldeni egy emlékeztetőt, hogy csináljanak rólad egy értékelést. Küldtem nekik üzenetet ez ügyben? Igen, tehát ez a következő kérdés. Hogyan tudom kihasználni a jó értékeléseimet arra, hogy vendégeket generáljanak nekem a következő időszakban? Tehát itt olyan kreatív megoldásokra gondolok, mint például ugye feltüntetni a jó értékeléseket a weboldalon, vagy például, hogyha telefonodról kezeled a TripAdvisort, vagy a Facebook értékeléseket, vagy bármit, akkor csinálsz egy screenshotot, tehát lefényképezed ugye a képernyőt, és akkor ezt mondjuk kreatív módon az Insta Story-ban mondjuk egyszer-kétszer berakod, hogy azok a követők, akik téged követnek, azok az emberek, akik még csak tervezés fázisban vannak, és nem voltak nálad, de tervezik, hogy esetleg ellátogatnának, akkor lássák, hogy igazából az emberek jól érzik magukat nálad, ezek nagyon fontos üzenetek szerintem. Ezt mind persze anonim lehet megosztani, tehát ki kell satírozni a neveket. Az emberek úgy is tudják, hogy egy ember által írt értékelésről van szó, vagy üzenetről. Ez nem újdonság, csak így a neveket nem lehet megosztani. GDPR. A lehetőség a következő kategória. Van egy mottom igazából, amikor az ügyfelekről vagy saját ügyemről van szó, van egy motto, amit figyelembe veszek, az, hogy nézzük meg, hogy milyen eszközökkel rendelkezünk. Ez azért is fontos igazából, három ok miatt is fontos. Az egyik az az, hogy sokkal hatékonyabban tudom használni azokat az eszközöket, amikkel már rendelkezem. Költséghatékony is, ugye, mert nem kell semmit megvásárolnom, tehát az az eszköz, ami már számomra rendelkezésemre áll, azt egyből el tudom kezdeni használni, és ez is a harmadik igazából, a hatékonyság a harmadikok, tehát az az eszköz, ami nekem már a rendelkezésemre áll, igazából valószínűleg már ismerem, és ezáltal is sokkal hatékonyabban tudom elkezdeni használni. Úgyhogy jelen esetben vizsgáljuk meg azt, hogy milyen eszközökkel rendelkezünk, és itt most nem a négy falunkon belül indulok el, hanem négy falunkon kívül. Minden egyes helynek, legyen az étterem vagy szállás, van saját lokációja. Ti ismeritek a legjobban a saját lokációtokat, tudjátok, hogy mi folyik a környéketeken, a falutokban, a megyétekben, a kerületetekben vagy bárhol. És igazából ezzel kapcsolatban teszek fel magamnak kérdéseket, hogy milyen ünnepek és vagy programok lesznek a környékemen, amiket meg tudnék lovagolni valamilyen promóval. Nos, a promó szót sokszor fogjátok hallani, hogy az egész arra éleződik ki, hogy minél több eladást generáljunk, ugye ez azt jelenti, hogy minél több vendég foglalást, asztal vagy szállás foglalást generáljunk a közeljövőben. Tehát eladásról van szó, és a promóció ugye az arra kell, hogy ezeket az eladásokat valamilyen módon generáljuk. Tehát ha van egy szálláscsomagunk, ugye azt be kell promotálni a közösségi médiában, azt híresztelni kell, e-mail üzenetek, stb. Tehát a promó szót sokszor fogjátok hallani, ezért van szó promóról. Tehát megnézem, hogy milyen ünnepek vannak. Most szeptemberi, októberi időszakban szüretek vannak, vannak-e falunapok, bármiféle olyan ünnep, amit igazából ki tudtok használni arra, hogy csináljatok egy alkalmat a helyeteken, és ugye ezt megelőzve be is tudjátok promotálni az online médiában, tehát ezzel tartalmat gyártotok, illetve lehetőséget arra, hogy ellátogassanak hozzátok. Bármilyen különleges nap, amire a közösségem kapható. Itt is megint csak a minap például a Google-ba beírtam, hogy food, angolul Food Holidays 2019, és olyan dolgokat dobott ki nekem, mint például azt hiszem október 1-én lesz a vegetarianizmus világnapja, november 1-én lesz a veganizmus világnapja, október 16-án, jól tudom, lesz a kenyér világnapja.
de van emellett még a kézműves hamburger világnapja, a kézműves sör világnapja, a kávé világnapja, sorolhatnám, egy csomó minden ilyen érdekesség, amit igazából megint csak egy olyan érdekesség, amit ha valahogy tud kapcsolódni a te helyed hozzá, akkor erre lehet egy különleges napot csinálni, egy promóciót, egy bármit, amit lehet kommunikálni a közösségi médiában, és esetleg vendégeket generálhat nektek. Mikor vannak hosszú hétvégek a következő 6 hónapban? Ha jól tudom, akkor a következő hosszú hétvége most is szeptember közepén az november lesz, az a Minden Szentek, és a Minden Szenteket megelőzően pedig ugye ott van Halloween. Tudom nagyon jó, hogy sokan valószínűleg nem szeretitek a Halloween-t, mert hogy ez egy amerikai dolog, egy amerikai baromság. Én se szeretem a Halloween-t, de nagyon fontos, hogy nem magadból kell kiindulni, hanem a vendégeidből. Ha úgy érzed, hogy a te vendégeidnek ez passzolna, az, hogy ti Halloween-os vacsorát csináltok az étteremben, akkor ne magadból indulj ki, hanem a vendégeidből. Csinálj egy Halloween-os estet, és csinálj egy Halloween-os promóciót erre. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a vendégek érdekeit kell nézni, az, hogy a vendég mitől fogja többnek érezni magát. Ne magatokból induljatok ki. Tehát különleges nap, ugye akkor Halloween, ez is ide tartozik. Hosszú hétvége, Minden Szentek. Akarok-e promózni valamit ezeken a napokon? Igen, ez a kérdés, tehát, hogy akarok-e különleges szállásajánlatokat, szálláscsomókat csinálni erre a hétvégére? Akarok-e különleges vacsorákat csinálni erre a hétvégére? Ez igazából abszolút rajtatok áll, hogy ezeken a különleges ünnepeken, napokon vagy hosszú hétvégiken szeretnétek valamit promózni. Jó, akkor most a lehetőségeken belül 4 falon belülre érkeztünk, ahol az árainkat fogjuk megvizsgálni. Tehát már nem a környezetről van szó, vagy a környékünkről, hanem 4 falon belül vagyunk. Milyen árakkal fogok dolgozni az őszi-téli időszakban? Én egy olyan helyen dolgoztam például, mi a világ végén voltunk, én egy golf resortot vezettem, és volt éttermem, szállásom, meg a golf részleg. Nekünk a nyár az nagyon nagy dömping volt, de viszont télen inkább a helyiekre támaszkodtunk, tehát én lejjebb vittem az áraimat és a szállásomon is, illetve az éttermembe is az ételital árait levittem, pont azért, mert szerettem volna igazából, hogy a helyiek is bejönnek, és megígyenek egy sört, meg megegyenek egy könnyű ebédet elérhetőbb áron. Úgyhogy én igazából lejjebb vittem az árakat, de a kérdés az az, hogy te lejjebb akarod vinni az árakat, mert igazából erre van a lehetőség, ezzel semmi gond nincsen. Én igazából fél évente változtattam a menü árazásán, mert a nyári menü az drágább volt, az utószezon az a téli menü, meg kicsit olcsó volt, hogy a helyiek be tudjanak jönni. Szálláscsomag ajánlat az őszi és téli időszakra van-e? Tehát ugye visszacsatolunk a hosszú hétvégékre, szeretnénk-e bármiféle szálláscsomag ajánlatot, akár őszi csomagajánlat, téli csomagajánlat, tehát nem kell csak, hogy hétvégés, lehet szezonális, amit ugye tudtok futtatni mondjuk 2-3 hónapig, vagy akár fél évig, de hogy van-e ilyen, ez a kérdés. Jó, 4. kategória a csúcs, itt a karácsonyi szünetről van szó, valószínű, hogy olyan helyek, olyan lokációk, ahol rengeteg külföldi turista van, ezt jobban megérzi, és valóban csúcs nekik a karácsonyi szünet, de vidéki lokációk, ahol kevesebb külföldi turista van, valószínűleg ez nem annyira jelentős, mert a magyarok ugye otthon karácsonyoznak. Mi lesz a nyitvatartás a karácsonyi időszak alatt? Frissítettem ezeket az infokat a foglalási rendszereimben? Tehát ha nem leszünk nyitva karácsonykor, akkor frissítsük azokat a foglalási rendszereket, mert velem is előfordult, hogy beérkezett egy foglalás akkor, amikor igazából mi úgy döntöttünk, hogy zárva leszünk, és ez igen kellemetlen beszélgetést követ utána. Szeretnénk ugye ezeket elkerülni, tehát frissítsétek az összes infót. Illetve lesz-e karácsonyi vacsora az étteremben? Nálunk nem volt, az első évben volt karácsonyi vacsora, aztán úgy döntöttünk, hogy igazából ez nem megy, mindenki otthon karácsonyozik, mi ebédkor bezártunk, és az összes alkalmazott otthon karácsonyozott, az étterem meg be volt zárva, mert teljesen fölösleges lett volna nyitva maradni. Úgyhogy ez a kérdés, hogy nyitva lesztek vagy sem. Ha nyitva lesztek, akkor mely alkalmazottak fognak dolgozni az ünnepek alatt, ezeket is érdemes szerintem előre letisztázni. Italappal kapcsolatban, hogy le akarjuk-e cserélni az italapot, hogy legyenek rajta olyan italok is, amit hidegebb időszakban isznek az emberek. Ugye itt már nem nagyon fröccsőznek, nem fognak annyira koktélozni, vagy megváltozik a koktél minősége is, hogy milyen koktélt isznak télen, tehát más italozási szokások jelentkeznek a téli időszakban. Úgyhogy a kérdés az, hogy te meg szeretnéd-e változtatni a menüdet, én változtattam a menün, és a nyári italokat például leszettem az itallapról.
Megjelenés, következő kategória, fotók és vizuális tartalom. Készítettem elég fényképet a nyári szezon alatt? Ugye ez arra vonatkozik tulajdonképpen, hogy itt már előre gondolkoztam, tehát én már jövő tavasz és nyárra gondolkoztam, mert februárban meg márciusban, amikor nincsenek levelek például a fákon, nekem már az áprilisi-májusi promócióhoz kell anyag. Készítettem olyan képeket, amiket jövő nyáron is tudok használni, például a kerthelyiségemről, a kertről, a kilátásról, a szobákból, stb. Ha nem készítettem ilyen fényképeket, akkor még ebben az időszakban igazából van annyi zöld, meg annyi napsütés, hogy jó idő, hogy a jövő tavaszi kampányra lehet még fotókat készíteni. Van-e fotóm a téli időszakról? Jön a téli időszak, ugye ez lehet szállással kapcsolatban, vagy étteremmel kapcsolatban, de ha nincsen olyan fényképem, ami a téli időszakról szól, akkor milyen fotókat szeretnék készíteni, ezeket is érdemes már most megtervezni. Legalábbis előre gondolni érdemes. Jó, és a következő kategória, az utolsó kategória, az egyebek, ahol inkább már az életből hozok ötleteket, alternatív ötleteket, mondhatnám, hogy offline ötleteket. Mi az, amit jeleztek a vendégek, hogy hiányoltak a helyről? Visszakanyarodok az előző értékeléses részhez, ahol megnézzük a Google, a Facebook, a TripAdvisor, a Booking, az Airbnb, a Trivago és az összes ilyen felületnek az értékelését, és összegyűjtjük azt, hogy hol volt, ha megemlítették a vendégek, akkor hol és mit említettek meg azzal kapcsolatban, hogy mit hiányoltak a helyről. Beszélek a kollégákkal, hogy volt-e olyan recepciós kollega például, ugye rengetegszer ők csak verbálisan kommunikálnak a vendéggel, mikor ő kijelentkezik. Volt olyan információ, amit a vendégektől kaptak, hogy a vendég esetleg hiányolt a szobából, vagy a helyről, vagy hogy jutott oda, vagy bármivel kapcsolatban. Ezeket az információkat gyűjtsétek össze a kollégáktól, gyűjtsétek össze online, és amit lehet, hozzatok helyre. Ugye nyilván, tehát meghúzzátok a vonalat, a vendég, két vendég azt mondja, hogy milyen kár, hogy nincsen csúszda a kerti medencénél, ezt valószínűleg nem fogjátok megépíteni, de ha azt mondják a vendégek, hogy nincsen éles kés a konyhában, a szálláson, akkor azt azért gyorsan helyre tudjátok hozni, hogy ilyen igazából többet ne is forduljon elő. Tehát ilyennekről van szó. Mire beszélgettünk egy szállás tulajdonos, ő például mondta, hogy a vendégek jeleztek vissza nekik, hogy a plafonon lévő lámpa az 70 centivel odébb van az asztaltól, tehát igazából ők sötétbe esznek, a lámpa meg világítja a folyosót, és ugye ők ezt nem tudták, mert nem ők esznek ott, hanem a vendégek. Ezt el kellett, hogy jusson a vendégtől ez az információ hozzájuk, és nyilván ezt utána megcsinálták, odébb vitték egy méter a lámpát, és már is változott minden. Tehát legközelebb, ha visszajött a törzs vendég, akkor látta, hogy ezek megváltoztak. Tehát ezek fontos dolgok, hogy hallgassunk a vendégeinkre. Illatok, fények, amiket el tudnék kezdeni használni, hogy melegebbé varázsoljam a helyem. Na most a vizuális dolog, meg ezek az érzékelési dolgok, ezek baromi fontosak. Tehát itt én kis teamécseseket fogtam, elhelyeztem a lobbiba, a recepcióba, az étterembe, az összes publikus részre, még a WC-be is raktam, és igazából azért, mert tehát téli időszakban korábban sötétedik, ahhoz, hogy ne egy sötét, tehát egy sokkal barátságosabb helyet tudsz létrehozni azzal, hogy csak gyertyamécseseket helyezel el itt-ott. Vizuálisan ez egy sokkal jobb hatást tud kelteni. Az illatok pedig annyi, hogy én például gyűlölöm a mesterséges illatokat, tehát hogy nálam nincsen illatosító az autóban, nincs illatosító a lakásban, sehol nincs illatosító, viszont megint csak visszakanyarodok ahhoz, amit az előbb mondtam, tehát nem magamból indulok ki, hanem a vendégből. Azért, mert én nem szeretem, attól még fogok rakni a munkahelyre, mert oda jönnek a vendégek, és én a vendégnek akarok jót tenni, nem az én kis egómat akarom kielégíteni, hogy én ezt szeretem, vagy nem szeretem. Nem magamból kell kiindulni, ez nagyon fontos. Én raktam illatosítót a WC-be, megint csak a lobbiba, a recepcióba, az étteremben nem, az összes publikus helyre, még a vendégszobákban is voltak illatosítók. Tegyük fel, finom levendula illatú illatosító, amit mindenhol elhelyezel. A vendég belép erre a helyre, bemegy a nyilvános részre, mondjuk a lobbiba. Vannak gyertyák, kellemes fények, vannak illatok. Ezt ő úgy fogja elraktározni itt hátul, hogy ez egy kellemes hely, ott jól fogja érezni magát. Nem is biztos, hogy tudatosan fogja ezt megjegyezni,
hogy ó, de szépek a gyertyák, meg ez a levendula itt tökéletes. Nem, ő ezt így hátul elraktározza, és igazából én ennyit akartam elérni, hogy ez az élménye is meglegyen a vendégnek, és ezzel is kicsit följebb csavarjam ezt a vendégélményt neki. A másik meg az például, hogyha most visszagondoltok arra, amikor mondjuk utaztatok le Balatonra régi vonattal, és bementetek a WC-be, és most ez negatív értelemben, de milyen hatással van az illatok, vagy a szagok, az órod milyen hatással van az élményedre. Tehát bemész abba a WC-be a régi vonaton, és ez nem hogy a WC-zést, még az élettől is elmegy a kedved, és ez ugyanígy igaz pozitív formában is, tehát hogyha ezt te egy kellemesebb irányba viszed el, akkor az borzasztó kellemes tud lenni. Gondolj arra például, amikor mondjuk valahol ettél egy iszonyatosan finom illatú, gőzölgő húslevest, és eszedbe jutott, hogy 8 évesen, mikor ott kajáltál a nagymamád teraszán, mert ott ettél utoljára ilyen húslevest, ilyen tyúkhúslevest. Na úgy, ahogy ez az illat visszavitt az időben, ugyanúgy érvényes ez is például. Most tegyük fel, hogyha ez a finom levendula illat úszik mindenhol a levegőben, a helyeden, még a vendégszobában is, és a vendég egy pár hónappal később, mondjuk valahol van, megcsapja az orrát ez a levendula illat, és egyből vissza fog vinni, főleg, hogyha jó élményt okoztál neki, akkor ez vissza fogja csatolni a te helyedre, és azt fogja eszedbe jutni, hogy basszus, ott milyen jó volt, ott is ugyanez az illat volt, és ehhez fogja visszacsatolni, tehát visszarepíti az időben. Apróság, de én ilyenekbe gondolkoztam, hogy szerintem ezek fontosak, úgyhogy erre én odafigyeltem. Kezd korábban sötétedni, vannak olyan részek a helyemen, amiket fel tudnék dobni egy pár gyertyával. Előbb beszéltem róla, venni egy tonna teamécsest, naponta gyújtogatod őket, elhelyezed, szép hangulatot teremtesz, jó illat van, apróságok, de szerintem nagy hatással vannak a vendégélményre. Jó, végére is érkeztünk, igazából megint csak mondom, a célom ezzel az lenne, hogy legalább egy olyan dolog legyen, ami neked esetleg ötletet adott, nem feltétlen ezekről a kérdésekről van szó, elég, hogyha valamit elindított benned, viszont azt szeretném kérni most, hogy ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, gondolj egy dologra, csak egy dologra, ami eszedbe jut, ami leginkább kiugrik ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, vagy az ötlet, ami eszedbe jutott ezeknek a hatására, és kérlek, hogy írjad be a hozzászólás mezőben, méghozzá azért, mert amíg ez gondolati szinten van, addig ez kavarodik a többi gondolatoddal, és hogyha ezt nem adjuk ki magunkból, igazából sok minden nem fog történni vele, sőt, előfordulhat, hogy nem fog semmi történni vele, tehát ki kell adnunk magunkból, vagy leírjuk kézzel, vagy begépeljük valahova. Én most azt kérem, hogy gépeljed be ide, írd be nekem alulra azt az egy dolgot, ami eszedbe jutott, amit benned elindított ez a kis 15 perces előadás, és kíváncsian várom a visszajelzéseteket. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy segítettem ezzel egy picit nektek az utószezonra való felkészülésben. További szép napot! Sziasztok!